Folytatjuk egy kis összefoglalóval. Covid ügyben az RTL számolta ki, hogy a tavalyi évben 18 percenként belehalt valaki a koronavírus szövődményébe. Összesen 2021-ben csak nem 30 ezer áldozata volt a vírusnak itthon. Ehhez képest Ausztriában, ugye ami laborunknak számít, negyed annyian haltak bele a vírus szövődményeibe. Ott egy embert átlagosan 13-szor teszteltek tavaly, nálunk viszont három emberből mindössze kettőt teszteltek, és őket is csak egyszer. Ez egy összefoglaló volt, és hogy hol tartunk most az elmúlt napokban, azt a szokásos grafikonunkon nyomon követhetik. Ugye az látható, hogy mindez új megbetegedések, mint a hétnapos mozgó átlagot tekintve. A negyedik hullámnak a végén járunk, de hogyha egy picit ráközelítenek itt a végére a grafikonnak, itt azért már látszik, hogy egy pici emelkedés már itt van, ami hát az Omikronnak idézőjelben köszönhető, mert hogy egyre több mintában ezt a vírusvariánst is meg lehet találni, amiről ugye tudjuk, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy kevésbé durva tüneteket mutat, viszont sokkal fertőzőbb, hogy ez így stimmel-e. Ezt mindjárt leellenőrzem Falus Ferenccel. Jó reggelt kívánok, országos tiszti főorvosnak. Ez így igaz lehet, hogy az Omikron fertőzőbb, de kevésbé produkál nagyon durva tüneteket? Hát ebben az utóbbiban reménykedünk, de abban, hogy fertőző és nagyon fertőző, az egészen biztos. Nagyon gyorsan szaporodik, és ezért a torkunkban olyan gyorsan szaporodik el a vírus, hogy az úgynevezett T-sejtes védekezésnek nincs is ideje kialakulni. Tehát nagyon sokan fognak ebben megbetegedni, és ezért nagyon fontos, önöknek is nagyon fontos lesz, hogy egy tartalék B-tervet készítsenek, mert most nem az a legnagyobb baj, hogy ebbe az Omikronba többen fognak belehalni, vagy többen kerülnek lélegeztetőgépre, mint a Deltánál, hanem az a baj, hogy nagyon sokan leszünk egyszerre betegek. Tehát a következő 6 hétben mindenkinek azt tanácsolom, hogy nagyon vigyázzon magára, főleg Budapesten és tömegben, hordjon maszkot, mert nem tudható, hogy én most fertőzött vagyok-e vagy nem, és hogy nagyon gyorsan fog terjedni ez a vírus, de ennek következtében azt remélem, hogy nagyon gyorsan le is fog csengeni ez a járvány. Bárhogy a tüneteket el tudjuk különíteni egy sima náthától, az influenzától a koronavírust? Hát úgy tűnik, hogy nem. Nem. Tehát akinek emésztőrendszeri tünetekkel kezdődik gyereknél, ott mindenképpen erre kell gondolni, hogy ez nagyon valószínű, nem nagyon lehet elkülöníteni a tüneteit. Viszont ami jó hír, hogy a karantén időszakot le lehet rövidíteni. Mennyire? Hát úgy néz ki, hogy 5 napra az amerikai tapasztalatok alapján, tehát hogy ez egy rövidebb ideig tartó fertőzés, rövidebb a lappangás ideje. És hát nagyon fontos lenne, hogy az oltást fölvegyék minél többen. Szerencsére a koronavírus.gov.hu oldalon már úgy fogalmaz a kormány is, hogy aki 4 hónapon belül nem kapott emlékeztető oltást, az kérje. Tehát ez szerintem egy diszkrét felszólítás arra, hogy a negyedik oltási programot is tulajdonképpen el kellene kezdeni. És ami még, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, hogy hát hogy a kormány oltási programjával abszolút ellentétes az, hogy egy miniszter engedélyt adhat arra, hogy valaki felmentést kapjon egy kötelező oltás alapján. Mi alapján döntik ezt el? És hát tulajdonképpen olyan ember számára, aki munkaképes, nem nagyon van olyan orvosi indok, ami alapján hát igazolni lehetne azt, hogy őre ki nincs szüksége az oltásra. A negyedik oltást ezek szerint ön azt mondja, hogy hát hogy mindenkinek be kéne adatni, aki a harmadikat 4 hónapnál korábban kapta? Ez így pontos? Hát ez pillanatnyilag így van, tehát szerintem erre most szükség lenne, és csak addig van erre szükség, amíg nagyon sok vírushordozó van a környezetünkben. Hogyha nem lesz ilyen súlyos a járvány, mint ahogy most ez az Omikron járványtól félünk, akkor nagyon ritkán lesz szükség arra, hogy védőoltást kapjunk, mert az a ellenanyag szint, ami már most bennünk van, az lehet, hogy nagyon hosszú ideig majd elég lesz. Mennyire áll fenn annak a veszélye, amiről most már itthon is beszámoltak, hogy egyszerre kapja valaki az influenzát és a koronavírust, mert neve is van, fluronálnak nevezik ezt a tünetet. Igen, ez nagyon szép ez az új név, de hát erről elég régóta beszélünk, hogy ettől folyamatosan félünk, elsősorban azért, mert hogy nem tudjuk, hogy egy ilyen emberben, akiben kétféle vírusfertőzés van, milyen új mutáció jön létre. Tehát ezért már tavaly is, tavaly előtt is, és most is mindenkinek azt ajánlom, hogy az influenza elleni védőoltást is vegye föl. Uh-huh. Ezt be lehet adatni egyszerre az emlékeztető oltással, vagy lehet hagyni a kettő között 1 hét különbséget,
tehát akinek nem volt korábban nagyon oltási reakciója, az nyugodtan beadathatja az egyiket az egyik karába, a másikat a másik karjába egy időben. Mit tudunk arról mondani, hogyha valaki pozitív tesztet csinál, hogyan kezelje magát? Tehát, hogy nincs olyan állapotban, hogy kórházba kelljen menni, de otthon van koronavírus, tesztje pozitív lett, mit csináljon? Hát elsősorban különítse el magát a családjától is, amennyire ez megoldható. És hát, hogyha nincsen semmiféle különösebb tünete, akkor valószínűleg ez az 5 napos elkülönítés elegendő, de hát akkor is legalább saját maga egy antigéntesztet csináltasson, hogy az negatív legyen. És hát most pont ez a félelem, hogy nagyon sokan leszünk egyszerre betegek, ami hát a munkából, a szolgáltatásokból kiesésnek a veszélyével járt. Milyen szigorítás kellene mondjuk kormányzati, önkormányzati szinten? Hát a legfontosabb pillanatnyilag az, hogy a maszkviselést nagyon szigorúan be kell tartani zárt térben. Ezzel tudjuk magunkat és másokat is védeni. Én természetesen továbbra is azt gondolom, hogy olyan tömegrendezvényeket, ahol távolságtartást nem lehet biztosítani, én ezekre a következő 6-8 hétben nem engedélyezném. A védettségi igazolvány, ugye most gyakorlatilag funkciójának megfelelően nem használjuk. Azt most vissza kellene hozni? A védettségi igazolványt nagyjából egy viccnek tekinthető pillanatnyilag, tehát a védettségi igazolvány nem biztosítja azt, hogy én védett vagyok, ráadásul nagyon sok a visszaélés ezzel kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag pillanatnyilag védettnek többé-kevésbé csak azt tekinthető, aki 4 hónapon belül kapta meg az utolsó oltását. Mindig a maszkviselésre hívja fel a figyelmet, most önön se FFP2 maszk van. Honnan tudjuk, hogy mikor kell azt felvenni, és mikor jön mondjuk egy ilyen egyszerűbb textilmaszk? Szerencsére rajtam egy FFP3-as maszk van, ez egy nagyon különleges. Akkor én kérek elnézést. Fémszállal átitatott maszk, úgyhogy ez... Tehát ez még jobb. Hát nem jobb, de minden esetre olcsóbb, mert könnyen lehet mosni, és sokszor lehet hordani. De drága tulajdonképpen a szokásos. Milyen maszkot választunk? Hát FFP2-es maszkot kell hordani mindenkinek, vagy FFP3-as, de minden esetre az a fontos, hogy szelep ne legyen rajta. Most már FFP2-es maszkot 80-120 forint között lehet venni, és remélhetőleg nem megy föl hirtelen az ára megint az egekbe. Milyen gyakran cseréljük? Az FFP2-es maszkot bármikor kell cserélni, amikor az átnedvesedik, de általában 8 óra használatnál után már ki kell dobni. Na, hát akkor nagyjából ugyanott tartunk, mint egy éve, hogy elővigyázatosság. Köszönjük szépen a jó tanácsokat, és boldog új évet! Boldog új évet!